vendégeink! Mindenkit nagy szeretettel köszöntök a Borvarázs és Tolcsi Fesztivál mai ünnepén, és engedjék meg, hogy külön köszöntsem a testvérvárosainkból érkezett delegációkat. Név szerint Eszkol Otvonen polgármester urat Rovaniemiből, Köblös Domonkos alpolgármester urat Székelykeresztúrról, és a delegációt is. Dr. Klaus Feitinger országgyűlési képviselő urat és a delegációt Vejcből. És Bernd Reisbus képviselő urat és az unnai delegációt Unnából. És engedjék meg, tisztelt közönség, hogy külön is, kicsit előzetesként köszöntsem Schuster Lóránt, művész urat, a P-Mobil vezetőjét és az együttest! Kedves barátaim! Bizonyára emlékeznek rá, amikor az elmúlt év végén a szilveszteri köszöntőben arról beszéltem, hogy ebben az évben többet foglalkozunk a fiatalsággal, a fiatalokkal, és számtalan olyan rendezvényt fogunk tartani, ami remélhetőleg az ő megelégedésükre fog megtörténni. Azt gondolom, hogy ott fél év elmúlt, és bátran visszanézhetünk, és azt mondhatjuk, hogy ez már valami volt, de még ennél jobbnak is kell lenni. Ez a három nap is azt fogja mutatni, meg a nyár, meg az ősz, hogy a fiatalok valóban igazán otthonra találtak a mi városunkban. De nem csak a fiataloké a jövő, hanem azoké, akik már túl vannak ezen a korosztályon, tehát nem csak 20 éveseké, nem csak tinédzsereké, hanem mindenki a világ. Úgyhogy mindenkinek jó szórakozást kívánok, és kedves egészségükre! Hogy mész haza? Ugyan? Ja,